Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban szeretnék reagálni Emanáció Mr. Fusion legújabb, vagy egyik legújabb troll videójához, vagy videójára, és szeretnék hozzászólni, amiben hülyeségeket állít újfent, és ezzel megpróbálja lejáratni Sashegyi Sándort is a munkásságát. Ugye a bevezetőben Sashegyi Sándor Nagy Budapest újságban közzétett cikkével jelentkezik, amely arról szól, az a rész, hogy Sashegyi Sándor lehetségesnek tartja azt, hogy nem árpát sírja vagy szó szerint olvasnám, tehát lehetséges, hogy Árpád sírja máshol kerül elő, vagy talán sehol, és soha. De ha az Einhardus kronikában szereplő valamelyik avarfejedelem, vagy valamelyik hum, vagy besenyő vezér nyugszik, bla bla bla, sziklasír békében. A cikk, tehát arra utal, hogy itt a népvándorlás korának minden egyes lehetőségét nyitva hagyja és Sándor, nem konkretizálja le Árpád sírjára, azt elismerő hogy sziklasír, azt is, hogy népvándorlásküli fejedelem, de egyébként több ilyen cikk van. Az a közös bennük, hogy a feltárás előtt készültek. Ha megnézitek a dátumot ebben a videóban, akkor 1941. június 27-e a megjelenés dátuma. A sírt 1941. október 12 ike dátummal sikerült uh, egy Gallus Sándor régész rakta antropológus alkotta meg a véleményt az embertani jelentést, és ezután, tehát 1941. október 12 i utáni cikkekben Sashegyi Sándor folyamatosan azt hangoztatja, hogy előtte nem kétséges, hogy Árpád sírja kerül elő, például a Fehér Balát cikke. De ezeket én mindig beszoktam szkennelni, vagy bemásolni, vagy a képét megjelenteni, de egyébként Gallus Sándor is árpádozik, Uh, Mészáros Gyulajnak nagyon jó érdekes cikke van, ott még nincs feltárva a sír, de neki van egy ilyen kicsit cinikus megjegyzése, hogy na vajon ki lehet az, akit egy kőmeder fölött, bla bla bla. Egyébként a sír analógiáit a bulgária madarával hozza kapcsolatba, megjelennek a kis ázsiai szaszanidás párhuzamok. Aztán uh, a síra vonatkozóan, uh, ja egyébként még azt szeretném hozzátenni, hogy folyamatosan a zöld könyvvel jön, amit Szörényi Írt, nem sashegyi, tehát ott a, az igazságokon, a kéziratokon, bemásásokon túl már azért szörényi e, Féle hiba lehetőséggel is számolni kell, én nem gondolom azt, hogy ő direkt e, Itt-ott, amott azért valótlanságot állít, de mindegy e, A második részben ugye kifosztott síról beszél, illetve hiányolja a, a régészeti mellékletet, vagy valami gyűrűről beszél, nem tudom milyen gyűrűről beszélsz, mert Vaskarika, az nem gyűrű Mérekpoár az oké, okay, az, az megmaradt. Na most ajánlom figyelmetbe, hogy azt a zöld könyvet, amit olyan erőszeretettel reklámozol, azt olvasd is, forgasd is, és abban az egyik oldalon pont arról számol be Sasegyi Sándor, hogy az ilyen jellegű termetkezésnél ugye a régészeti melléklet egy másik helyen van elhantolva, tehát magában a sírban már nem. A méregpoára meg jellegű méregpoára pedig mindig lehetséges válaszként, mielőtt még ugye egyesek ebbe is belekötnének, nagyon sokszor feltételes módon történő állítást, azt már később már kijelentő módba teszik, de lehetséges, hogy a rituális király áldozattal van dolgunk, de ezt Fülöp is elismeri, aki sas, hogy után kutatta a Itt még nem említetted a kőbabát, a kőbálványt, hogy azt is mindig elmondom, hogy az, hogy kőbaba, kameleja baba, az a faragásból látszik, hogy melyik kultúrkörre utal. Mert oké a kontinuitás a skita hunoknál, de mindig elmondom, hogy a skita jellegű kőbálványokon a kezében ritont, illetve kard markolatot fog, míg a hunoknál, és majd később a türköknél is ez a kehely veszi át a szerepét. Innen lehet tudni, hogy a kőbaba melyik kultúrkörhöz hasonlít, vagy sorolható, de ezek nagyon hasonlítanak egyébként egymásra. A nőket pedig mellel ábrázolták férfiakat, bajuszat, nemre vonatkozó is adatokat nyerünk. Azt nem előtetted nek, hogy a Magnavia Strigonia mellett találtam el a kőbálmányt, ami keve temetkezési helye, és uh, ugye a kronikás hagyomány Attilát, Kevét és Árpádot is egy helyszínre temetteti. Tehát következésképpen, ha kevesére a útbelágároknál van nagy valószínűség szerint, akkor Járpádét is ott kell keresni, Attilájét is. Az, hogy kifosztott sírókat talál egyik az viszont nem feltétlenül ö, bolygatást jelent. Árpád sír esetében igen, mert ott hagyták a fákja tartó vasat, és az igazolta a fosztogatás korá, De ezt is rosszul írta Szörényi a könyvbe, mert ö, a fehér barátban még 13. század szerepel, ugye ez Gertrudiszék idejére utal, akik tényleg életükkel fizettek, hogy valami rosszat csináltak oldvilágárok környékén pénisi vadászat, hát persze, kincsvadászat. de ez is feltételes mód, természetesen. A szörényi könyvben pedig jóval későbbire datálják már ezeket a fákítató vasakat, tehát itt megint csak rosszul szerkeszti az elmondottak alapján a dolgokat. Külön köszönet, hogy nem jöttél teljesen ezzel a női du csontváz dumával, mert nem említetted meg ugye a mitraszos környezetet, tehát akárki a csontváz legyen, gépsziakabé, a mitrasz környezetben Találod. Bika csontvázas temetkezés kísérletében az nem lehet nő. Az, hogy a rovássövésítők alapján fejedelmi temetkezőhelynek határozat meg, azt meg a Nagy-Budapestben mészáros elmondja. Tehát kérdezem ilyet is, hogy honnan lehet tudni fejedelmi a sír, stb. Aztán jössz egy gyönyörű szép könyvvel egyébként, ez megint csak egy külön köszönet neked, ez a kedvenc könyvem, kedve, egyik kedvenc könyvem. Én még egy takony koromba eh, érdeklődtem már minden eh, ezzel kapcsolatos. Eh, dolog után, ugye temetkezések, csontváz, stb. antropológia főleg, és ez az, az első könyv, ami a könyvtárba a kezembe akadt, ke Kiszel is írok csontok emberek című alapműve. Hát azért vett meg, antikváriumban nem drága, tehát ez a letöltögetés, ez jó, nyilván nem jutsz hozzá könyv alakba, akkor mehet, de amúgy ez etikai kérdéseket is fölvet. Uh, én nem olvastam ebbe kendetemetkezésről, az a probléma, vagy szakrális fejedelmi magyar személy temetkezésének bemutatásáról, egyebekről. Az, hogy most itt végig egy egyébként is zsugorított temetkezése a részkor folyamán, késő részkor folyamán, ugye a Baden PC-nek 400 ilyen fotót találsz ebből a korszakból, ez kitáknál is előfordult, tehát ez a későbbiek folyamán, és ez nem korjelző. A korjelző az a régészeti melléklet, de ott nem tudom miért beszélsz a 11. századi csontváz, ezt hol olvastad? Mert a régészeti melléklet kapcsán mindig a, szintén ebbe a zöld könyvben, a szeret, kedvenc könyvedbe. Látsz például honfoglaláskori cserépedényeket, mint kormeghatározó lehet, és alatta rögtön a csontvázról van szó, hogy kis-ázsiai résztípus, úgy írják angolul. Vagy nem tudom, ebben magyarul a fehér barátba írják, úgyhogy résztípus érdekes módon. Jó, aztán valami érthetetlen módon te a fürdő beszélsz anonimus kapcsán. Ezt a melyik Anonymusnál olvastad? Mert a, a mi anonimusunk ilyet nem ír. Tehát itt a kommentben is Pálmai Attila leírja neked, hogy akkor piscina lap ideál lenne a forrásban, de Alveus szerepel, és ugye a szövegkörnyezetből ez nem vízvezeték csatornál utal, hanem kőmederre, tehát a folyómederre. Egyébként, egyébként nem is lenne probléma a kikövezett csatornákkal, ugyanis Bulgária madarába ugyanis feltártak egyébként olyan füldömerencéket, ami Erről te is szóltál te a a kapcsán, és oda valóban megtalálták ezeket a Hát nem tudom, hogy agyagból, vagy kőből, vagy egyéb másból készített uh, csővezetékeket, de, de oda valóban máshonnan szállították a vizet, más forrásból. Ezt jól kiszúrtam egyébként. Az a része nem rossz a videónak, ahol a Google felvételekkel a holvilágban mászkálsz. Egyébként ott is vannak azok a helyek, abban nem is szeretnék belekötni. Az egy uh, pontosnak mondható uh, történet. Tehát lehetséges, hogy a forrás uh, víz a fürdő melencébe, az a szakrális fürdő melencébe, ilyen és ehhez a vezetékeken keresztül Mert Hát mondom, Bulgária azért jó, mert az tökéletes analógia, náluk is van árbád, náluk is van álmus, náluk is van tatügyek, hát ugyanaz a, az uralkodói szinten ugye ezek összefonódtak, ezek a dinasztiák, a és a magyaroké. Gondolom, az a teljes egyetért tesz, hogy nem két árpádról, két álmosról, meg két ügyekről van szó, akik ugyanúgy egymás ősei meg leszármazottai. Jó, tehát e, ezzel kapcsolatban itt egy dicséret jár. E, hát, hogy hol voltak források, nem tudom melyikre gondolsz. Tehát tört rengeteg forrás van a módvilágoknál is, úgyhogy igazából lényegtelen. Az, hogy Sashegyi miért ott kereste, miért nem ott kereste, hát ő a kőbabát az 27-ben találja meg, és akkor kezd el a holdvilágákat föltenni, tehát gyanúm szerint azért indul el onnan. Magnavi a Strigoniától. Jó, hát ennyi. Aztán a kőfalak, meg hamis térképek. Na most az a hamis térkép duma az nekem azért nem jön be, mert ez nem így működik, hogy te kitalálsz valamit, és hogyha az nem felel meg a különböző középkori térkép ábrázolásának, akkor a térkép készítő minden esetben, ha holland, ha magyar, ha német, ugye a pörgős rinyása, pont erről megy a duma, hogy szerinte németek készítették a térképet, írtam neki Lázár Deákot, ugye a 16. században magyar volt, na mindegy. Tehát, hogy azért hamis, mert németek, készítették. nem csak németek, olasz, mindenféle nemzetiségű van köztük, nem tudom, igazából én ezzel nem nagyon érkeznék elő. Jó, ilyen különböző kőfalak. Kőfalakat a Pilis szerte rengeteget lehet találni, nem is azzal van a probléma. Egyébként asének is van egy térképe, ahol bejelöli a rapatakot a patak fölötti forrása fölött is írt illetve különböző ilyen rommaradványokat, mondjuk ezt is berakhattad volna a videóba, majd akkor én berakom, ha nem. És ott millió romot találsz, hát nyilvánvalóan nem tudom pontosan, hogy mire gondoltál, hogy milyen kori, az Attila király városának romjai, vagy Pomász környéki romok, vagy pontosan milyen korszakból, de hát ugye a dombra ha most már kimész, ott nincs semmi, de hát vannak önteképek, hogy nem is olyan régen, meg még volt valami. Tehát mi a helyzet a Zravjak dűlői romokkal, ugye az a legrégebbi kőfal, Magyarországon Sasai találja meg. Hol világáról is vannak falak, én nem tudom te hol járkáltál, ma is kaptam egy csomó képet ezekről. Igazából nem tudom, hogy mire gondolsz. Én a kapcsán, vagy igaz, vagy nem, mert ez forrás nyilvánvalóan, hogy te is tudod, hogy a földrengése hozzá kapcsolatban az elpusztításád, utána a későbbi fejezetben pedig, hát Árpád vezér romokat újít meg bevonult a válság, romokat tehát Tehát nem tudom, milyen jellegű dolgokra gondoltál, vagy hogy hova helyeznéd te például Lánszkémre rom mezejét, mert ott azért tényleg alapokat lehet látni, nem hülyesség, tehát hogy egy nagyobb kiterjedésű épületromok horpái és kődomborulatai találhatóak, mert Sasi, Budakalász és Pomász kapcsán következetesen ugyanarról a az egykor volt hun központról beszél, ugye ő a cselépedek elények alapján indul el, tehát a régészeti leletek alapján, hunkori történet, békás mértől éjszakra kezdődik el, homász Budakalász között pedig ugye topzódik. Tehát nem tudom pontosan mire gondolsz, egyébként, e, hogyha most konkretizálnánk a fantia nem metszetet, vagy nem tudom, tehát ezt, ezt azért mondd meg nekem, létszíves, szíves, mert vannak romok, tehát csak romok, mert Pilisben, ugye a Herceg Ferenc szokta bármerre mész, romokba rúgsz, egy Pilis boros jelöltéhez mindenhol még ezt a is. Jó, Kőhegy, Kőhegy történet. Na, ez azért nagyon érdekes, mert itt megint belekezdtél ezekbe a hülyeségekbe, ami ez a lóárnyék stílusú, meg ez a Burda hegyről a szultán napernyője milyen árnyékot vett típusú, meg hogy félig két dimenziós egy meg félig nem. Van egy Lang Sándor nevezetű geográfus, értem, itt a kutató. Na most az ő képe szerepel a, vagy az ő e, információ alapján készített kép szerepel, egész pontosabban a Belicki, János Hassé által szerkesztett Pomáz című füzetecskében egy nem mondanám. Nézzük Láng Sándort, e, geográfus, egyetemi tanár, karszkutató, és többek között e, Tudományos pályafutásán olvashatjuk, hogy előadásaiban, cikkeiben a természet, földrajz, csaknem valamennyi ágával foglalkozik. Tudományos pályája kezdetén negyedkori felszínfejlődés érdekelte, folyóterasz kutatások kötötték le, majd a Völgyhálózat fejlődését vizsgálta, terepmunkáját hazai középegységeinkben, zárójel, most figyelj, Börzsöny Mátra Cserhát, Pilis, Bükk, Visegrádi Hegység, Gerecse, Bakony, Ak, teleki kast végezte. Alapvető tanulmányokat közölt a karst morfológia, a karst hidrológia és a hidrometeorológia témaköreiben. 1955-ben kandidátusi, 64-ben természetföldrajzi tényezők működése címmel, bla, bla és bla, ezt mindenki megtalálja, Láng Sándor a munkáját, a képét az közlöm, mert megint arról van szó, hogy kinek higgyünk. És akkor itt ezzel én zárnám is a mondandómat, én nem neked fogok hinni. És egyébként régészeti leletek sem téged igazolnak, hanem Lang Sándort, hiszen Pomáznál és Ashegyi római kori hajózással kapcsolatos régészeti leleteket talál. Ahogy egyébként Aquincumnál is találnak. Úgyhogy nem feltétlenül ott folyt akkora Duna, mint ma,